Szavaztok mangókák, üdv nektek egy újabb epizódban, egy igazi téli mulatságban fogunk, ugyanis képzeljétek el, hogy ma lesz a kolbásztöltés, ez nekünk minden évben megy a srácokkal. István már ott vár engem a piacnál, megyünk a husikáért, úgyhogy ott találkozunk. Meg is érkeztünk a piacra, illetve érkeztem, István ahogy szokta nincs itt, kapcsolnám a kameráját. A húsikákat továbbra is mindenkori partnerünktől, a Húsoázis Kft-től szerezzük be, és már csak Istvánt várjuk, aki most érkezett meg. István, rossz irányba néz. Jó reggelt kívánok! István! Isten üdén! Jaj, de kis üde vagy, és kipihen! Haladjunk már István, csináljuk már István, ennyünk már István! Szevasztok! Hello, Oka! Hát úgy megfogom neked, hogy fog meg nekem? Jó, figyeljetek, mutatjuk a hátsó bejáratot ide, senki nem jöhet be. Későn keltetek föl, mert sokáig bulisztatok. Igen. És így szombatra nem tudtak, és a tüdőt sem állját pusztani. De nem para, hogy nincs benne tüdő. Nem, a tüdő nem fog nekünk hiányozni bele, mint olyan. Kevesebb rizs teszünk. Valószínűleg a tüdőt lehurka is ehető, tehát hogy... Én ehhez tennék csülköt. Hajrá! Őrös csülköt. Ne állítsuk meg benne, jó gondolat. Ez komolyan. Most ugye kaszmálja a fejet, hájat, ami egy kicsit zsírossá teszi. A máj ugye megadja az elsős történetet. Két első csülköt kicsontolok, az nem zsíros már, van rajta a bőr, az ugye pont jó bele. Szépen leabáljátok az egér, összevágjátok, letaráljátok, és akkor bemegy be a szép, munkába. Szuper, király. Két csülköt még belepattintalak nekünk a rendelésünkbe. Isten, elviszük ezt a rengeteg husikát, és elkészítjük. Yeah, yeah. Ott Ali. Micsoda társaság, hölgyeim és uraim, micsoda kolbásztöltő brigád, Kuti B a fedélzetemben, szóval csúcsú, készen vagyunk a kolbásztöltésre? Köszöntünk mindenkit, kellemes kis kolbász köztársaságunkban. Mi történik István? A tűzgyújtás a legjobb része az egésznek. Yeah! Rakjátok meg, gyerekek! Már megy az oldalas. Megy az oldalas kodás. Left side and right side of the pig. Side. Oldalas. Side. Good. That's good. Megnyitott a borozó, gyerekek? Megnyitott a borozó. Ilyen vendéglátosan eljött neked a drága fizet. Jó, gyerek. Csúcsú! Éjjel a kolbásztöltés! Szia, Pityu, mit csinálsz? Hát figyelj, kalkulálok. Nagyon komoly kalkulációk vannak. Ez már a kolbásztöltés része? Ez... mondhatjuk. Épp időben, amikor már mindent megvettünk, akkor még átszámítja a receptet. Madártej készül, nagyon finom desszert. Jól tudom, hogy így készül a hivatalos full, madártej. Full vegán az egész. Hogyan tudnák élni nélkülem? Hisz rólad szól a élet. Most kaptam a Kuti Bencétől a hírt. Egy darab 6-os metrikus csavarral kevesebb van. Egy darab 6-os metrikus csavarral kevesebb van. Ez jelenleg 60 kilóval kevesebb kolbászt eredményez, mint amit számoltunk. Ja, ja. Das ist eine ungarische Abalé. On the board. Abalé, 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 abalé. Kuti Bence is going to check out the water temperature with the single finger. 60 Celsius. Szavasz, kis Bence. Hello. Marta Bence a fedélzeten. De milyen a kolbásztöltés? Mi a legizgi? Egyébként jó. A darálat is tetszik. Daráltál? Csöztem. Csöztem. Mi hangja van a cocának? Olyan hát. Na, a cocának a belét fogjuk elbogozni. Csiribú, csiribá! Hol van a bél? És azt ott a pici ujjacskáddal, azt a csomócskát szét kell bontanod. Jó. Na hajrá! Azt tudnám mondani, hogy tekintélyes hús labdák álltak elő, melyeket a Lackó... Lackó! Megkezdődik a kolbásztöltés.
most megpróbálja a nőstényt, oda édesgetni. Igen, itt a nőstény az már felfigyelt rá. Aha. Igen, ez az a rész. Na most itt a nőstény az pozícióba teszi magát, amire a hím... Hallottuk, ahogy belecsúltál a kolbásztöltőbe. Mindenképpen mossátok majd ki. Erre emlékezzünk. Majd a videón nézzük, hogy... És kimostuk? 3 hours later. Kimostátok a kolbásztöltőt, miután a Bence belecsúlt? Mit rögtök? A kimostátok, Lackó? Hagyjál békén! Van, tehát videó, majd visszanézhetjük, hogy mikor volt még benne a csula, úgyhogy még nem volt benne a kolbász. Rottem.com. Rottem.com. Itt van pirosba, hely! Jaj, nagyon jó. Figyeljetek már, hogy milyen szép fákat fogok a kezembe. Már pedig ez fogja a hurkát is megfőzni sajnos, úgyhogy... Köszönjünk együtt el tőle. Na mi a helyzet, Lackó? Ez melyik rész? Most tesszük rá az eszközre a gumit. Nem gumit. Mi ez? Ó, elszakadt. Not good. Perforált? Perforált. Kész. Hol a kés? Ki? Kész véget. Hozom. Hegyezzük ki. Gyertek, hegyezzük együtt ki. Kuti Bence hegyezési szaktanácsadásait láthatjátok. A képen látható sárga szallagcsiszoló. Lesz a megfejtés, behelyezzük magunkat biztonságos állásba. Szerencsére van ott közel egy kempinggázpalacka, az biztos, hogy kell hozzá. Te kiukadnál, ha kolbász bél lennél? Hát töki. Már ennél csinálunk egy nagyobbat. No, bitch! Damn! Hol van, but? But a good one. A good one. Yeah, járuljunk a füstölő kabinunkhoz. Ez egy öltöző szekrényből átalakított, teljesen egyszerű füstölő. Azt leszámítva, hogy mi hegesztettünk az aljába, de ilyen perforált lemezszerű dalakból, meg valami bármilyen rek szekrény maradékokból, egy olyan füstölő tálcát, amivel nagyszerűen tudjuk járatni a füstöt. A dolgot nem mi találtuk ki, de rendkívül jól működik, és kompakt, és itt van, és van hozzá egy ventilátorunk. Most mondják a fülem, hogy a legelekosabb kolbász, gratulálok! Nagy tapsot! Nézzétek, az István miatt fakéregre van csinálva. Na ez, amikor jól tartják az embert. Ez most a Bonnie M vagy a Zabalé? Ez a Zabalé. Kicsit hozzám érintett, ez finoman végig simította a kezemet a mája, hogy elhúztad mellettem. De mivel? Mit? Jézusom! De miért ne hozzuk egy bárdot? Hello, Fcsi! Hello! Itt van velünk Fcsi is. Készül a csoda, megcsodálom. Oh. Amúgy a tatár bífztek túl jó. Szeretnél fotót vele? Igen. Yeah! István ismét előkerült a laptop a disznóvágáson. Mi az oka ennek? Mi a probléma? A rumanyóla kolbásznak a receptjét szeretném megtudni a ChatGPT-től. Volt egy ilyen borcsreszelési nehézség, ami nem tudott átverekedni a csapat, és hát ennek a megoldása lett végül ez. Nagyon hideg, és csak akkor lesz jó, amikor már meleg. Elkezdett Antonio Banderas-t énekelni a Toszkán kolbász, gyerekek. Igen, igen, gyertek. Megy a mariachi a izébe, a Wilingba. Thank you. You're welcome. Is it good? Yeah. Is it good? Yes. Nice. István, if you try that, man, cool, man. Ooh. This is the liver of the pig, man. The liver of the pig. The liver is just delivered by me. Yeah. The liver is good, man. Ez micsoda, Bence? Ez egy krumpli volt amúgy. Pedig rá volt írva, hogy sütni való. Sütöttétek és ilyen lett? Igen. Ez borzadás. Gyerekek, itt már jövöget a Toszkán kolbász? Igen, de én azt hittem, hogy ti úgy gondoljátok eleve, hogy olyan szalámit akartok, ami paprikamentes, úgyhogy egyről beszélünk. Olyan paprikát akarunk, ami szalámimentes. Jó.
Az... Szembe Laci mesélte, hogyha nem teszel bele paprikát, az a szalámi. Ez a pimpós hagyma és a... és a disznóbél násza. Puti Bence éppen ritkítja a hurka alapanyagát. Bence, miket látunk itt magunk előtt? Egy kis fül, csupa fül, uh-huh. Egy kis máj. Gyertek gyerekek, ez a legfinomabb. Gyertek gyerekek, kóstoló! Puti Bence, kondál! Nem fog meg. Kondál! Gyere, Ambri! Jó cucc? So good! So good? Yeah! I know! Lackó eközben minduntalan a daráló teteti. Kapja a kóstolót. Biztos, hogy szokta nincs itt. Kapcsoljuk a kameráját. Jól értem, srácok, hát ez itt már egy kész szalámi. Hát nem egy nézzél haver. Oda, gyere, nézzél ide. Ó, nézzétek. A kis Betlehem, nézzétek. Nem lettek kevésbé szépek, gyerekek. Nézd csak ebbe bele. Wow, hát gyerekek. Az van. Picit sűrűre van pakolva. Ez most a szikkasztó. Itt látható a grafikon, amin figyelemmel követtük végig, hogy milyen hőmérsékletű az abalé, amiben a hurkákat főzzük. Általában ilyen 15 és 20 perc közti intervallumon főztük őket, attól függően, hogy éppen a 70 fokos alsó határhoz közelített a vízhőmérséklete, vagy a megadott 85 fokos felső határhoz. Most éppen 85 fokos, 84. Az abalé és István rendkívül szakszerűen hűti egy asztalon a hurka állományt. Azt mondták a hentes műhelyben, ugye, amikor szépen ráhűlt, rádermett a zsír, a hurkákra akkor van meg. Nagyon-nagyon komoly. És a másik oldalt a maradék isteni csirkemájat láthatjuk egy kis sült kolbász társaságában, ott hátul pedig a barbecue bőrös csirkecombik. Kedves mangókák, ezzel búcsúzunk tőletek, mi még megabáljuk a maradék egyadag hurkát, és hát természetesen majd beszámolunk nektek képekkel, sortokkal arról, hogy milyen is lett a mangó kolbász ilyen-olyan ízesítésben, és maga a hurka, úgyhogy... A hurka legyen veletek. A hurka legyen veletek, szevasztok! Találkozunk következő epizódokban, iratkozzatok fel, kattintsatok a csengőre, hogy tudjatok az új tartalmakról, és hát érkeznek az új dalok szépen. Szevasztok! Szevasztok!